Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai keddesti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Megújul a Marospartra vezető útszakasz. Cirbus Gábor a Makói Úszóklub Sportegyesület új elnöke. Táncos zenés formában dolgozták fel Jézus születését. Székely Ildikó, a 6-os számú választókörzet önkormányzati képviselője lesz, a Hét Híre című hírháttér magazinunk legújabb vendége. A műsorban a járdaprogram és az illegális hulladéklerakás elleni küzdelem is szóba kerül, de arra is fény derül, hogy milyen újabb beruházással fejlődhet tovább a Marospart. Székely Ildikó a beszélgetés során rávilágított, fontosnak tartja a jótékonykodást, és ez nem csak advent időszakára igaz. Mint mondta, szerencsére élnek olyan vállalkozók a körzetében, akik ezt szintén szem előtt tartják és segítenek a kezdeményezésekben. Legutóbb például a Battyányi utcai idősek otthonának lakóit lepték meg ajándékcsomagokkal, de ebben az évben még más meglepetéssel is készülnek. A képviselő elmondta, sokszor tartott már telefonos fogadóórát, amelyek nagyon hasznosnak bizonyultak. Ezeken számos makói polgár keresi fel ötletekkel és javaslatokkal. Általában szóba kerül a csapadékvízelvezetés, a zöld felület karbantartás és a járdaprogram témaköre is. Utóbbival kapcsolatban Székely Ildikó elmondta, hogy 2022-ben mely szakaszokat tervezik felújítani. A 2022-es járdaprogram részeként 1800 négyzetméternyi terület térkővel való borítására nyílt lehetősége a képviselőknek. A körzetemben ez jelen esetben 5 területet fog érinteni. A területek közül a leghosszabb a Kígyó utca, ez több mint 600 négyzetméternyi terület, érintve lesz a Balaton utca páros oldala, a Mikes-Kelemen utca, a Bajcs-Zsilinszki lakótelep egy kisebb része, illetve a Mikszáth-Kálmán utca is. Mint ahogy az egész városban, ebben a választókörzetben is felveszik a harcot az illegális hulladéklerakókkal szemben. A Bajcsi-Zsilinszki lakótelepen például több zárható konténert is elhelyeznek majd a következő hetekben. Székely Ildikó hangsúlyozta, a város kiemelt zöld területe a Marospart is az ő választókerületéhez tartozik, ennek sorsát is a szívén viseli. A Marospart úgy gondolom, hogy mind a makóiak, mind az ide látogató turisták számára is egy kedvelt kirándulóhely, ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy odafigyeljünk rá. Egy kedvező testületi döntésnek köszönhetően néhány héttel ezelőtt megkezdődhetett a Marospartra vezető út javítása, illetve út mentének a javítása, mintegy 750 méter hosszan az árvízvédelmi töltéstől egészen a lombkorona sétányig. Bízom benne, hogy mindannyiunk számára ez a balesetmentes közlekedést célzó beruházás örömteli lesz, és az arra járó autósok, illetve a kerékpárosok számára is megelégedéssel fog majd szolgálni. A beszélgetés során egy rövid évértékelőre is sor került a választókörzetet illetően, ahol a legfontosabb 2021-es beruházásokról esett szó. A részletekről ma esti híradónk után 18 óra 16 perces kezdettel tájékozódhatnak. A közelmúltban a Makói Úszóklub Sportegyesület Cirbus Gábor kérte fel az elnöki pozíció betöltésére, aki nagy örömmel vállalta el a feladatot, erről nemrégiben közösségi oldalán számolt be a képviselő. Az elnököt az új kihívásokról és a jövőbeni feladatokról kérdeztük. December 1-e óta látja el elnöki feladatait az úszóklubnál Cirbus Gábor, akit még az év elején keresett meg a korábbi elnök Szibik Mária és az edzői gárda. Kisebb gondolkodás után el is vállalta a rárót feladatot. Makón több évtizedes hagyománya van az úszásnak, az egykori 50 méteres talmedence teljes kihasználtsággal működött. A hagymatikum gyógyfürdő megépítését követően bár kissé háttérbe szorult a sportág, az egyesület továbbra is fent maradt, és a jelenlegi 60 gyermekkel 3 edző foglalkozik. A tavalyi évben a komplexumok zárása miatt az edzések és ezáltal a versenyek többsége is elmaradt, de amint azt a járványhelyzet lehetővé tette, újraindult a munka az egyesületnél. Cirbus Gábor elmondta, fő feladata az lesz, hogy képviselje az úszóegyesületet, próbáljon támogatókat és szponzorokat keresni, akár itt a városban is, és tartsa a kapcsolatot a Magyar Úszószövetséggel. Most úgy veszem észre, hogy a magyar úszósport egy kicsit új életre kezd lelni, és egy egész országos hálózatot építenek ki, régiókat hoztak létre. Nyilván van egy délalföldi régió, aminek Makó is tagja, kiemelten odafigyelnek az ilyen kis műhelyekre is, mint Makó. Úgy gondolom ebben nagy potenciál van a jövőt illetően, és így akár van egy felfelé áramlásnak lehetősége, illetve a szövetségben is tudnak arról, hogy Makón van egy úszóegyesület.
Más sportokhoz képest azért infrastruktúrálisan, akár eszközellátásban nyilván az úszás egy kicsit hátrébb van, de ezen szeretnénk változtatni a jövőben. Nyilván itt helyi szinten is, és összefogva a délalföldi régióval, az alföldi régió vezetőjével, és természetesen az országos szövetséggel is. Kiemelte, az atlétika és az úszás két olyan alapsportág, amit ha az ember kipróbál és huzamosabb ideig űz, biztosan az előnyére válik. Már óvodás kortól, valamint a tanórák keretében a mindennapos testnevelésnek köszönhetően nagyon sok gyermek jut el az úszodába, de szeretné, ha ezeken kívül is foglalkoznának a mozgásformával a sportolni vágyók. Ehhez pedig megfelelő infrastruktúrát kell biztosítaniuk, emelte ki az elnök. Mindenféleképpen szükségünk lenne arra, hogy legyen egy akár egy 25 méteres úszásra alkalmas medencénk. Itt arra gondolok, hogy megfelelő vízmélységgel rendelkezzen az az adott medence, és olyan vízhőfokkal rendelkezzen. Például mi rajtfejeseket nem tudunk gyakorolni, hiszen még rajtkövünk sincs, ezért van úgy, hogy más településekre szoktunk átjárni azokkal a versenyzőinkkel, akiket versenyre készítünk fel. Őket a környező települések úszodáiba szoktuk elvinni, és ott tartunk nekik edzéseket, hogy szokják azokat a körülményeket, amelyekkel a versenyen találkoznának. Ez is egy nagyon nagy hátrányunk, ezen mindenféleképpen a jövőben változtatni kell. Hozzátette, bízik abban, hogy a Hagymatikum gyógyfürdő fejlesztésének egy következő lépcsőfoka az lehet, hogy egy úszómedencét is tudnak majd építeni, és ezzel újra életre kaphat a sportág. Végezetül megköszönte Szíbik Mária eddigi munkáját, akivel a jövőben is együtt fog dolgozni, hiszen Maca néni marad az egyesületnél, és mint egy jó vezér segíti továbbra is a csapatot. Neves színművészek közreműködésével adott szombaton gálaműsort a makói forgatóstánc együttes. A darab témája a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódott, a néptáncosok és a színészek Jézus születésének történetét dolgozták fel, ezzel pedig különleges, meghitt hangulatot varázsoltak a hagymaház színpadára és a nézők szívébe egyaránt. A napokban a forgatóstánc együttes is kivette a részét a karácsonyi hangolódásból egy betlehemi ünnepi műsorral. Az előadás különlegessége az volt, hogy prózai betéteket is szőttek a darabba, ehhez pedig neves színművészeket hozott el a társulat marosmenti településünkre. Régóta foglalkoztatott, hogy hogyan lehetne megfogalmazni táncba, zenébe, prózába, ezt egy közös láncra fűzni, hogy megmutassuk, hogy hogyan is történhetett a Jézus születése. Most már egy párszor a gála műsorunk elmaradt, ami mindig karácsony környékén szoktunk megtartani, és akkor jött az ötlet, hogy készítsük el ezt a darabot, és akkor nekiültem, és megírtam a darabot, és hát jött az a gondolat, hogy kik, melyik színészeket, milyen színészeket vonjunk bele. A választás Szentgyörgyvári Laurára, Gömöri Krisztiánra és Nemes Rolandra esett. Dr. Bagaméri Andreától, a táncegyüttes művészeti asszisztensétől megtudtuk, a közös munka gördülékenyen folyt, a színészet és a néptánc világa tökéletesen elegyedett egymással. 2016 óta folyamatosan dolgozunk olyan táncszínházi darabokba, amelyek Budapest Hősök terén vagy Pap László arénába történnek, és számos színész csatlakozik hozzánk, illetve mi csatlakozunk a tánccal az ő munkájukhoz. Úgyhogy a tánckar számára ez egy alap dolog, hogy el kell fogadja és tudjon dolgozni a színésszel párhuzamosan. Talán a kis csoportunk számára az óvodások, akiknek ez most a debütálás, ez a darab, ő számukra volt furcsa, de nagyon jól alkalmazkodtak, hiszen mi egy nagy családként mindenkit nagyon szeretünk és mindenkit azonnal elfogadunk. Stábunk arra is kíváncsi volt, hogy a színész hogyan érezték magukat az általuk megformált karakterekben. Én vagyok a főgonosz ebben a történetben, Heródes maga. Részéről egy hatalmi harc működik és zajlik benne, ugye, hogy semmiképp nem akarja, hogy az ő hatalma megrendüljön, és ezért elkövet mindent, hogy ez szilárd tudjon maradni. De hát természetesen ez nem így lesz. Máriát játszani szerintem minden színész álma, bármint a színésznők álma, mert egy olyan karaktert kell a múltból megigézni, amit úgy igazán nem is tudunk, mert annyira csodálatos és varázslatos az ő jelenléte, az a születés, amit a karácsonykor meg tudunk élni, ezt neki sugároznia kell. Szóval óriási kihívás. Kislánykorom óta erről álmodtam, hogy én egyszer Máriát játszom. Én a három király közül Gáspár király szerepét kaptam. Nagy feladat ez számomra, ugyanis Heródessel van közös jelenetem, aki egy roppant erős karakter, és egy kiváló művész, Krisztián barátom.
Izgalmas feladat számomra, nagyon jó. Ugye a három király Jézus születése miatt érkezett, és közben ugye Heródessel van egyben egy elég erős jelenetünk, megható számomra, és közben látva ezeket a kiváló táncosokat, akik profi módon végrehajtják a feladatukat, közben velük is néhány jelenetben együtt vagyunk, úgyhogy mindenképp nagyon megható számomra. Mint megtudtuk, az alkotók már javában dolgoztak az előadáson, mikor a jordániai magyar nagykövetség meghívásából a forgatós tánc együttes néhány tagja 4 napra kiutazhatott a közel-keleti országba, ahol előadásokat és bemutatókat tartottak. Az itt szerzett tapasztalatok és élmények sokat segítettek abban, hogy a karácsonyi darabot még nagyobb átéléssel adják át a közönségnek. Idén is online keretek között kerít sort a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók Székhely Intézménye a karácsonyi koncertre. A Makói Városi Televízió közreműködésével valósul meg, december 16-án 17 órai kezdett el a közvetítés az Oktatási Intézmény és a Televízió közösségi oldalán. Az előző években, amikor még a koronavírus nem szólt közbe, akkor a Hagymaházban nagy közönség előtt tartatta meg a Bartók Székhely Intézmény karácsonyi koncertjét, azonban tavaly is a virtuális térben közzétett videóval tudtak a zenekedvelőknek kedveskedni. Idén a tankerületi igazgató döntése alapján a védelmi intézkedéseket betartva rendhagyó módon szintén online keretek között kerítenek sort erre az eseményre. Online streameléssel a Makói Városi Televízió segítségével fogjuk megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben talán ez lenne az egyik legmegfontoltabb döntés, hogy a szülőket és a gyerekeket is ilyen formán tudjuk védeni. Mindamellett nagyon fontosnak tartom, hogy az iskolában zajló magas szintű szakmai munka, ami egyébként töretlenül zajlik és folyik a kollégáim által. Tehát készülünk egyébként a produkciókkal és a karácsonyi koncertre. Több mint 14 előadó csoport fog részt venni ezen az ünnepségen. Közel 100 gyermek mutatkozik be műsorával a Hagymaházban. Többek között karácsonyi klasszikus művek csendülnek fel az ünnepekre hangolódva. Rónai Dániel intézményegységvezető kitért az érdeklődők számára, hogy mikor és hol tudják majd követni az élő közvetítést. December 16-án 17 órakor a Makói Városi TV és a Bartók Iskola Makó Facebook oldalán tudják követni élőben az eseményeket. Azok, akik szeretnék segíteni az Istók Margit Alapítvány munkáját, amely az oktatási intézményben művészetet tanuló tehetséges gyermekekért tevékenykedik, azok támogatói jegyek megvásárlásával megtehetik. A részletekről informálódhatnak a Bartók Székhely Intézmény és a Művészeti Intézmény titkárságán, valamint a karácsonyi koncert plakátjáról is. 3 sikerkönyv után egy újabban jelentkezett a hetekben Tótné Libor Mária, sokak által csak limaraként ismert gasztroblogger. Ezúttal az elmaradhatatlan vendégváró édes és sós süteményeket gyűjtötte össze, amelyről Társalgó című színes kulturális magazinunkban mesélt. Pár év kihagyás után Tótné Libor Mária egy újabb receptkönyvvel örvendeztette meg a követőit és a sütemények szerelmeseit. Limara megosztotta, hogy a kiadójának a hölgy tagjai ostromolták a kéréssel, hogy legyen egy újabb kötet, amelyre az idén mondott igent. A témaválasztásban is segítségére voltak a szakácskönyv kiadói, akik figyelemmel kísérték a blogján lévő reakciókat és népszerűséget, és ez alapján választották ki, hogy mi kerüljön a könyvbe. Mint kiderült, a receptek fele keltésztás, a másik fele pedig hagyományos, amelyekhez nagyon sok kedves emlék is fűzi a szerzőt. Az anyukám által, vagy a családom által van benne nagyon sok, amit anyósomtól tanultam, a férjem kedvencei, illetve vannak olyanok, amit a hosszú évek alatt barátoktól, ismerősöktől, régi kollégáktól kaptam, és azokat azóta is rendszeresen sütöm. Mindenképpen olyat szerettem volna, ami nekünk nagyon jól ismert sütemények. Azért arra igyekeztünk, hogy nagyon sok bonyolult ne legyen benne, mert én mindig szeretem, hogyha ezt azért a kezdők is bátran megvásárolhatják. És az édes, vagy a süteményeknél is ez van. Vannak sósak és vannak édesek is benne, vannak apró sütemények, vannak kicsit krémesebbek, bár én ilyen habos-babos csodák nincsenek, de a krémes süteményeket is tettünk bele egy néhányat. A kötetben találhatóak olyan receptek is, amelyek ünnepekhez kapcsolódnak, de vannak olyanok is, amelyek hétköznapokra is kiválóak. Limara örömmel osztotta meg, hogy náluk a családban melyek a kedvencek, de kitért a hagymavároshoz köthetőekre is. A mézes zserbót viszont azért sütöm évközben is, alkalmakra, születés vagy névnapokra, azok tökéletesen jók, de például a zserbó, az kimondottan karácsonyi, ugyanígy a beigli vagy a pozsonyi kifli,
illetve az apró sütemények közül. Nálunk a linzer is leginkább karácsonykor van, vagy pedig a hókifli. Az például kimondottan karácsonyi sütemény nálunk. Van benne makói hagymás pogácsa, van benne hagymás csiga. Ezek olyan receptek, amiket például, amikor régen voltak itt a főtéren, ugye ilyen sütések alkalmakkor, városi rendezvényekkor, akkor ott leteszteltük, hogy a makóiak nagyon szeretik. Hagymás, ugye természetesen kellett ilyen recept is. Én azokat azóta rendszeresen sütöm otthon, úgyhogy ezek is belekerültek a könyvbe. A kötetben hangulatos és ízletes ételfotók találhatóak meg a pontos elkészítési menet és receptek mellett, ahol arra is felhívja a készítők figyelmét a sikeres gasztroblogger, hogy érdemes-e frissen vagy előre elkészíteni. A hosszabb beszélgetést a csütörtöki ünnepi társalgunkban láthatják. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Megújul a Marospartra vezető útszakasz. Cirbus Gábor a Makói Úszóklub Sportegyesület új elnöke. Táncos zenés formában dolgozták fel Jézus születését. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd a Hét Híre című hírháttér magazinunk következik. Ezután a Makói KC Kunszent Márton KSK kézilabda mérkőzést láthatják felvételről, végezetül pedig a Makó Visszavár című turisztikai sorozatot tűztük műsorra. Holnap reggel 9 órai kezdettel pedig élőben közvetítjük Makóváros Önkormányzat képviselőtestületének soron következő rendes testületi ülését. Kedves nézőink, ez volt a december 14-i keddesti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!